A Kodály Zoltán vegyes 135. és Kodály Zoltán halálának évfordulójára emlékeztek ma a Kecskeméti vasútállomásnál. A megjelentek közösen rótták le tiszteletüket a Kodály Zoltán szülőhelyénél felállított emléktábla előtt. A Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar Iparos Dalárda pontosan március 9-én ünnepli 135 éves születésnapját, Kodály Zoltán pedig 1976. március 6-án halt meg. Ebből a dupla alkalomból megemlékező beszédekkel, kórusénekkel és koszorúzással adtak tiszteletet az éveknek, és Kecskemét híres szülöttének az egybegyűltek. Tornyi László, a Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület és a Kórus Alapítvány Kuratóriumának elnöke a Kórus 135 éves történelméről mesélt a helyszínen. Kitérve a tagok mindenkori kitartására és lelkesedésére, amely mögött végig ott állt a Kecskeméti Ipartestület támogatóként. Ján Zsolt, a Magyar kodálytársaság Társaság Kecskeméti csoportjának elnöke beszédében Kodály Zoltán életének tanulságos momentumaira és a híres zeneszerző tanításaira egyaránt kitért. Ezt követően megkoszorúzták a Kodály Zoltán emléktáblát. A város nevében professzor dr. Stahó Pekári István alpolgármester és Szamler László képviselő helyezték el a tisztelet jelképét.